Jó estét kívánok, ez egy nyílt propaganda adás lesz itt a heti évfélben. Egyszerűen azért, mert az ügy, amit képvisel egy könyv, amit éjszaka olvastam mondjuk egy negyed részben, mert kéziratot olvasni nem hálás dolog, és még nyomtatott változata nincsen. Az szerintem annyira fontos, és a könyv meg annyira lenyűgöző, hogy azt gondoltam, hogy megkérem Hadas Krisztát, aki ezt a könyvet írta, és aki a tévésorozatot, amiből a könyv készült, csinálta, hogy jöjjön el és beszéljünk arról, hogy a Jön a baba Hadas Krisztával, ugye ez volt a sorozatnak a címe. Meg reméljük lesz is. Hogy ez még folytatódik? Igen. Anyasors címen megjelent könyvváltozatban, illetve hát egy válogatás, mert nyilván nem minden epizód van benne a könyvbe, mert annyira nem kísértem figyelemmel, hogy minden darabot láttam volna. És azért vagyok nagyon meghatva, hogy ezt elkezdtem olvasni, és aztán, mint kacsa a nokedlit, voltam kénytelen ezzel tölteni az éjszakának a nagyobbik felét, mert a becsületes felkészülésből, hogy tudjam, miről beszélgetek veled, lett egy élvezeti olvasás, mert olyan nagyon ritka a dolog hétköznapi emberi történeteket olvasni, hogy már ettől magától meg voltam hatva. És végig azon gondolkoztam, hogy olyan valóságosan írtad meg ezeket a történeteket. Mert hogy valóságosan? Hogy engedték, hogy levetköztesd őket írásban. Mert az egy más kérdés, hogy ezek meg, hogy a kameránál nincsen kegyetlen ember, nem tudom én micsoda, tehát hogy a saját szülésüket jóvá hagyták, hogy vetítsétek, akkor már miért ne lehetne olvasni. De szerintem az olvasott változat az sokkal inkább szívtépő, sokkal naturálisabb, és ráadásul ott marad örökre. Nem volt ezzel nekik mondjuk? Nem, sőt, nagyon megtisztelve érzik magukat, és iszonyatosan boldogok, amiért én nagyon hálás vagyok. Tehát, hogy először is ugye ez nem arról, ez nem a sorozat leírata, tehát nem azon, hogy megkértem egy gépironatot írjon el, hanem ennek ez abszolút a tovább gondolása egy ilyen riport formában, és nem a szülésről szól. Tehát hát ez a könyv szól a legkevésbé a szülésről, inkább a családáválásról, meg a különböző, ahogy a címe is elára, anyasorsokról. Hát ezekkel a nőkkel ugye én évek óta együtt vagyok. Nem azt mondom, hogy minden nap, de egy olyan bizalmi kapcsolat alakult ki közöttünk 4, 5, 3, 2 évvel ezelőtt, ami nem mindegyikkel, de a legtöbbel, ami egy oda-vissza kapok történet, és ők egyszerűen már nem azt látják, hogy mögöttem van egy fémdarab, amit kamerának hívnak, vagy hogy ez könyvben jelenik meg, hanem azt látják, hogy beszélgetünk, együtt vagyunk, és hát nyilván olvasták. Jó, azt szeretném mondani, hogy ennek a könyvnek egy velőtrázó újdonsága van számomra, mert hogy érdekesen megírt emberi történetek, azok megjelentek már az életben, hanem hogy én azt a fura és egyedülálló tapasztalatot éltem meg, mikor alatt ezt olvastam, hogy ti itt barátnők lettetek. Igen. Tehát, hogy az összes szereplőnek te ugyanúgy kiadod a saját életedet, hogy megfelelése van, amikor egy-egy állítás szerepel az ő szájából, akkor hozzákapcsolod, mint egy mellékesen a saját történetedet, a saját házasságodat, a saját anyaddal való viszonyodat, a saját lányoddal való vitádat, vagy a saját... És ez annyira érdekes, és annyira igazságos, vagy nem tudom, hogy ez mondjam. Abszolút tudatos, és ami a tévében nem volt, tehát nem lehetett látni, ez a való életben is, amikor forgattunk, így történt. Tehát én azt gondolom, hogy ha ők oda teszik elém a belüket, és én mindent tudok róluk, vagy legalábbis sok mindent, nagyon sok mindent, és belelátok az életükbe, a gyengeségbe, akkor ez vice versa működik. Tehát úgy nem lehet embereket megnyitni, és nem lehet bizalmi kapcsolatot, vagy akár baráti kapcsolatot ápolni, hogy te tárd ki a lelked, én pedig hallgatom, és pénzt csinálok belőled. Tehát, hogy ez... Hát pedig ezzel a mechanizmussal ismerkedtünk mostanáig. Tehát, hogy ez, de még, hogyha nem is pénzt csinálok belőled, hanem egy dokumentumfilmtől azt lehetett várni. Ők mindent tudnak rólam. Hogy ott együtt él a készítője azzal, akiről készül a dokumentumfilm, de azt sosem láttam eddig, egyetlen filmnek sem ismerkedtem meg a hátterével, hogy közben pedig a striptease kölcsönös. Így van. Ez egy tök jó ez a striptease, hogy így mondod. Igen, ez egy, opá, ez nyikorog.
Igen, a striptiz abszolút kölcsönös, sőt, megosztjuk egymásra a problémáinkat. Tehát, hogy nem csak a könyvben, hanem telefonon is. Ez egy abszolút tudatos dolog a részemről. Tehát nem várhatom el emberekről, hogy től, hogy ezt tegyék, ha én meg egy ilyen visszafogott budapesti újságírónő vagyok is. De voltak éppen egy visszafogott, nem vagy visszafogott. Hát az egy kicsit messze. Mert azt tudja, hogy az éppen egyáltalán nem vagy. De hogy te egy budapesti újságíró vagy, ő meg egy vidéki, és nem tudom, akinek a férje kamionozik. Igen, le is írtam az ezzel kapcsolatos dolgokat, hogy nehézségeket, hogy milyen nehéz. Igazi kapcsolatba kerülni. Igen, vele. Mert ugye megjelenik a kiruzsúzott szájú göndör asszony Budapestről, és ő meg azt gondolja, hogy én meg itt ülök, papucsba, kisgatyába, aztán adjam ki a lelkemet. Tehát ez egy hosszú folyamat, mire két ember olyan bizalmi kapcsolatba kerül, hogy az a tévében is, és egy könyvben is érdekes lehet. Egyébként ez a részemről abszolút tudatos, és a könyvben is tudatos, hogy ugye van 11 család, 11 sors, női sors, és én vagyok a 12. benne, ami úgy szép lassan így kifejlik a végére. Kinek mit mesélsz el a saját életedből, és aki akar téged, pont ugyanúgy megismer, mint a 11 szereplődet. Így van, mert hát azért mi egyformák, nagyon sok esetben egyformák vagyunk. Tehát most mindegy, hogy hova jártunk iskolába, hol születtünk, nyilván ez determinálja az életünket, a választásainkat, a hülyeségeinket, de azért mégiscsak az van, hogy amikor ilyen mindenféle megfelelési kényszerről van szó, munka, nő, anyasság, lelala, most jönnek a közhelyek, de akkor azért a problémáinkban mégiscsak rohadt azonosak vagyunk. Annyira és egy tatabányai asszony, amikor így igen. fogja a gyerekei torkát, akkor rögtön eszembe jut az én drága jó édesanyám, aki pont ugyanígy fogja az én torkomat. Én meg megpróbálom a saját... Szimbolikusan. Igen, én pedig megpróbálom a saját lányomét elengedni. Mert látod, hogy igen. ha ez országszerte ennyire divatos, akkor mindenkit igen. egyformán idegesíthet, aki ezt megéli. Igen, ez a hogyan tanuljunk egymástól kapcsolatokat tönkretenni, felépíteni, nem tudom mit csinál. Azt akartam mondani, hogy ha valaki tudatosan olvassa végig ezt a könyvet, akkor nem csak ilyen 11 családtörténet plusz a szerzője jön ki belőle, hanem az is ki, ami tök érdekes, hanem egy kicsit az is kijön, hogy a mondjuk 22 és 47 közötti nők környezete az hogy él 2010-18 környékén Magyarországon. Tehát, hogy ennek van egy olyan tipikus, egy olyan szociográfiája, ami tök érdekes, és ami ehhez hasonlót én nem nagyon láttam, mert különböző környezetekből jönnek ezek a nők, vagy környezetekben laknak a te szereplőid. Igen, hát ez is nyilván, ez meg egy szerkesztői tudatosság, hogy az ember megpróbálja lefedni, hogy ilyen csúnyán mondjam, a különböző problémaköröket. Tehát nem csak az, hogy mondjuk lakótelepi lakás, fizikai munkás, gazdag nagyautós, értelmiség is, stb., hanem azokat a szociológiai problémákat, amivel mi sajnos néha szembenézünk, nem csak azzal, hogy elváltunk, én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk, stb. Tényleg homogén család van, mert ezt most így persze, hogy van, hát állítólag olyan is van, de van persze. De hogy ebben a könyvben ugye szerepel az a merrákos nő, akinek azt mondták, hogy állítják a menstruációját, és tessék elmenni az obiba és venni egy ásdalmegetszetet, mert gyereked már nem lesz, és lett. Ez egy asszony egyébként, vagy hölgy, történetesen egy kamerúni férfibe szeretett bele, miután levették a mellét, megjönnek a sztereotípiák, hogy ó, persze, csak a letelepedési engedély kellett neki, meg stb. Na most ez a család most már migráns, például Dublinban, mert nem tudták, itt, nem akarták itt felnevelni a gyereket, de van az az anya, akinek negyedszer, harmadszorra egy autista gyereke született, de negyedszerre újra neki mennek, pedig százszor átrágják, hogy mi van, ha megint. És nem, de közben egy nagy család 52 négyzetméteren nevel egy autista gyereket, akivel nincsenek sikerélményei. Van a nagyon jó körülmények között élő nagyautós család, akik... Ahonnan a nő elviszi a nagyautót, mert végül szétmennek, nem? Végül szétmennek, mert túl korán találkoztak, és a többi, és a többi, és mindenhol befigyelt egy új pár, ott meg a gyerekek mennek szerte széllyel, és ezt nagyon nehéz okosan próbálják. Ez egy általános iskolában kezdődő kapcsolat, ugye? Igen.
Nem, gimnáziumban. Vagy gimnáziumban, igen. Igen. Erről és mire, általános iskolában te kapcsolatot kezdődött a férjedre, de az is ott. Mire mindenük meglett, és mire nagy ház, és mindent fölépítenek addigra már nincs mit mondani egymásnak, és az emeletről SMS-ezik le az egyik a másiknak. Egyébként például ezzel az anyával, ez nagyon érdekes, és hogy miért is annyira személyesek ezek a kapcsolatok, tehát ővel, ő nem jelentkezett a műsorba, hanem ővele a pulmonológián ismerkedtem meg, neki én a haldokló rákos apámat mentem kimenekíteni, ő pedig a haldokló rákos anyját vitte vizsgálatra, és ott ültünk 3-4 órán keresztül, és egyszer csak megszólított, hogy látta a sorozatot, és elkezdtünk beszélgetni. Tehát ez a kapcsolat például így indult. Azt gondolom, hogy akik fikciót írnak is, ilyen történeteket írnak meg, annyival könnyebb nekik, nyilván az irodalmárokhoz én nem hasonlítom magam, de annyival könnyebb nekik, hogy kicserélik a neveket, nem, kicserélik a neveket, és akkor egyszerűbb. Itt azért az egy óriási felelősség, hogy mindenki névvel, címmel vállalja a dolgot. Tehát felelősséggel is tartozom értük, hogy ne sérüljenek. Ez különben akartam volna kérdezni, hogy miért volt erre szükség? Tehát, hogy mindenki elhiszi neked, hogy igazi szereplőid vannak, mert hiszen aki a könyvnek a marketing értéke az, hogy volt mögötte egy tévéműsor, meg majd talán lesz is. De hogy ezért aztán mindenki tudja, hogy ezek igazi történetek. Szükségesnek találtad, hogy a nevükkel szerepeljenek a nők benne? Persze, hát ez egy így hiteles, mert kettő így történik. Riport. 3, én egy riporter vagyok alaphangon, tehát nem fikciót írok. És ahogy én magam is névvel, címmel igen. benne vagyok az összes gyarlóságommal, örömömmel, bánatommal, hisztériámmal, úgy ők is. Tehát ez egy dokumentumkönyv, és nem fikció, és nem is szeretném, tehát hogy nekem mindig van egy ilyen frusztrációm ezzel kapcsolatban, hogy vannak a rendesírók, meg vannak, vagyok én, aki nem szeretném magamat mondjuk egy Grecsó Krisztiához hasonlítani, mert nem tartok ott. De a saját szakmámban megtarthatok ott, és arról megírhatok. Egyébként a cél az, hogy majd ott tartsál? Tehát, hogy akarsz majd fikciót írni? Jaj, nem. Csak kérdeztem, hogy sok mindent tudok róla, de erről nem tudtam, hogy ilyen szakma. Ambíciód van-e. Vagy egy másik, nem, nincs. Nincs. Jó, ezek a nők, ezek egyébként automatikusan idézték elő benned azt a munkamódszert, hogy melléjük teszed magad? Abszolút, igen. Tehát ez az, ami a tévében nem jelent meg, de már a forgatások során is ez így működött. De ez könnyítette meg azt, hogy a forgatás, hogy igaz hogy a legyen. Film létrejöhessen. Igen, így van, de mondjuk én évtizedek óta itt dolgozom. Az nagyon érdekes, mert... Nyilván egy atomtudossal nem mondom, és én mit gondolok erről. Igen, ez hogy... egy másik műfaj. De hogy minket pont arra tanítottak. Tehát, hogy az én tanáraim, azok azt tanították nekem, nem amikor dokumentumműsort készíteni tanítottak, mert arra nem tanítottak, hogy nagyon erősen fogjuk vissza magunkat, mi riporterek, mert mi ránk nem kíváncsiak egyes pont. Nagyon arról szól a felvétel, akivel mi beszélünk. Nincs közünk egymáshoz, és ne kavarjuk bele, ne barátkozzunk. Ez meg volt mondva, hogy ez egy célra tartott kapcsolat. Riportalany és riporter hát kapcsolata. Azért, mert ti politikusokkal csináltatok igen. interjút, főleg. Igen, a vágy nem is csinálok. Volt nagyon tehát, lüktető, hogy, igen, hogy ez meglátozom. Lehet, hogy a politikusokkal nem lelkiznék. Ülj közelebb, elmondom, hogy... Jó. Nem. Nem, téged mindig ez érdekelt. Mi? Így van. Így van. De, hogy mondjam, a tévében nem látszódott ez, hogy én egyébként szintén odaokádom a lelkemet, mert ott ennek nincs helye. Egy könyvben lehet helye. Ez is mutatja, hogy azt is megmutatja, hogy ez az egész hogy készült. Meg hogy kerültünk egymáshoz közel. Nyilván a tévében nem zokogtam az ölükben, és azt sem lehetett látni, amikor valaki mondjuk szült, és akkor mi ott össze-vissza picsogtunk. Bár ez ma már ugye divat, tehát hogy ugye a klón riporterek, vagy bohóc riporterek, tehát hogy a riporter gyakorlatilag fényvisszaverő felületnek használja az interjú anyát, olyat én már láttam néhányat, nekem ez nem tetszik. Tévében nem tetszik. De az írás erről szól. De miután tanítasz is, azért valószínűsítem, hogy akiket te tanítasz, mindenféle
főiskolákon vagy egyetemeken, ott ezek a te tanítványaid, ezek tudják, hogy miről szól szerinted. Szerintem, de hát nincs nálam a bölcsekköve, tehát hogy én így csinálom, ez én vagyok, én így dolgozom, eddig még nem mondta senki, hogy szart csinálok, tehát lehet, hogy eredményes ez a dolog, de attól még más csinálhatja másképp. Én azt gondolom, hogy mi azon a mesdjén, vagy azon a borotva élen, amin én táncolok évek óta, riporterként, ezek a ilyen csúnya címkével élve, vagy ilyen közhelyes címkével élve emberi történetek, ezek az én részemről ezt kívánják. Nagyon ellenszenves kérdést fogok föltenni, ezt csak a nézők kedvére jegyzem meg, hogy nem nagyon megterhelő számodra az, hogy ezekkel az emberekkel igaz barátságot ápolj, mert kiderül az interjúkból, vagy a nem interjúkból, mert kiderül egy-egy családnak a feldolgozásából, hogy te oda rendszeresen jársz, hogy bejelentkezel, hogy hát majd nem is rendszeresen, de kontaktálunk. Július 26-ára érkezel, igen. És akkor még halálosan meghatódik az asszony, akit fölhívtál, hogy de hiszen akkor te tudod, hogy a gyerek akkor született, hát és nem. Akkor rögtön leleplezed magad, hogy ó nem, hanem csak véletlen akkor volt időd. Igen. Hogy ez számomra lelkileg nem, mi nagyon sokat... De hogy látogatóban jársz ezekhez a családokhoz, ez kiderült pontról pontra, hát nem mindegyik nyaralni, és kirakatod igen. Magadat hát ez valakinél. A szakmám, nem? Tehát, hogy... Az, hogy utókezeld a riportalanyokat? De hát közben egy könyvet is írtam belőle. Szakma. Tehát, hogy most ez, azért nem vagyok farizeus, tehát azért is ment, tartom velük a kapcsolatot, de azt is leírtam, hogy valakivel nem beszéltem 3 éve, csak a Facebookon kontaktálunk, és akkor most megyek le hozzá. Tehát, hogy nyilván a könyv miatt is kerestem meg őket, tehát, hogy azért ennyire jó ember nem vagyok. De ez annyira megnyugtatom, én tényleg azt hittem, hogy és akkor lett 33 barátnőd az epizódokból. Nem, mert nem mi, van, akivel nem tartjuk a kapcsolatot, van, aki nem igényli. Van, aki meg igen. De az a lényeg, hogy aki nem igényli, vagy akivel mondjuk 3 éve nem találkoztam, mi közöttünk már kialakult egy olyan bizalmi kapcsolat, vagy szövetség, amikor bármikor újra kezdhetjük. És nem is azt mondanám, hogy van 1-2 barátom köztük, 3-4, de a többi meg egy nagyon-nagyon közeli jó ismerős. Hát nézd, ha valakinek ott vagyok az életének azon a pillanatán, amikor kinyomja magából a gyermekét, vagy ki emeli belőle a gyerekét, akkor azért az nem egy ilyen kapcsolat. Hát pláne, hogyha odáig vezető úton igen. Is már megismerted az egész történetét. Igen, és van, akinek például azért nem írtam meg a történetét, mert azt gondoltam, hogy abból baj lesz. Tehát az ő életére való tekintettel. Ja, tényleg? Igen. Tehát van például egy olyan anyukám, akit az előző férje rendszeresen vert. Na most ez az, amit névvel címmel nem lehet őszintén megírni, mert egyrészt utána kapunk 3 darab pert, és rettenetes botrány lesz utána belőle. Ő például kimaradt a könyvből. De mondjuk azzal az anyukával is nagyon kis lépésekben haladtunk, akinek 5 évig semmi másról nem szólt az élete, mint az, hogy gyereke legyen. Mert ugye sajnos erre a lombik kezelésre nagyon rá lehet csavarodni, mármint lelkileg. Uh-huh. És mondjuk odaig eljutni, hogy egy párnak a szexuális életét... Megbeszéld hogyan, a nyilvánosság előtt. Igen, hogy ez hogyan befolyásolja. Hogy hogyan jutnak el odáig, hogy most már párterápiára is kell járni. Mert évek óta hőmérőre, gyógyszerekkel, stb. Élünk szexuális életet, azért ez egy hosszú folyamat. Hogy utána jó kedvből is élhessenek. Igen, meg hogy utána ezt ne vonja vissza, ne szégyelje, amikor elolvassa mindezt, akkor ne azt gondolja, hogy Jézus Mária, én itt teljesen le vagyok vetkőzve, hanem arról szól, hogy itt az olvasók találkoznak az ő történetükkel. Tehát itt azért le van térképezve, hogy úgy mondjam, szakmailag is a különböző női problémák köre. Az öreg vagyok, fiatal vagyok, depressziós vagyok, elváltam, egyedül szülök, mert elhagytak. Mert a férjem egy agresszív állat, mert én vagyok néha hülye, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az elég széles a spektrum. Sok bántalmazásról értesültél, amit így nem jelenítettél meg? Nem sok, hát aki eleve jelentkezik meg, akinek én a... Hát de volt, aki te cserkésztél be. Igen, de azok nem megvert asszonyok voltak. Véletlenül. Ők leginkább rejtőzködni szeretnek ugye az áldozat hibáztatás miatt, de mondjuk a sorozatban van 2 olyan történetem. Uh-huh. Az egyébként, hogy csak úgy oda mentél valakihez és leszólítottad, az milyen motiváció alapján történt?
hát riporter vagyok, jó filmet akarok csinálni. Az rendben van, de hát azért az ember ez a nem akar nálam szülni kisasszonyát, azt így nehezen nem így kezdtem. Elkezdeni. Nem így kezdtem, hanem elmondtam, hogy ki vagyok, elmondtam, hogy mit csinálok, jobb esetben ismert, általában ismert, vagy ha nem ismert, és megkértem, hogy nézze meg, megadtam a telefonszámomat, elkértem az övét, megkértem, hogy nézze meg a sorozatot, ami már lement, vagy nézze meg a korábbi munkáimat, és dönts el a családjával, a férjével, a pártársával, hogy szeretne velem együtt dolgozni, szeretne velem megismerkedni, és akikhez oda mentem, utána mind visszahívtak, hogy megnézték, megbeszélték otthon, látják, hogy ez nem a önmutogatásról szól, meg hogy a különböző testnedvek csorogjanak a képernyőn, hanem mondjuk közösséget, vagy erőt adhatunk másoknak. Van, aki azért jelentkezett. Mert amikor ő megnézte, és éppen feldagadt fejjel üvöltve zokogott szoptatás közben, akkor azt gondolta, hogy neki is érdemes a története ahhoz, hogy jelentkezzen. Most ez ilyen gejlül hangzik, de valahol ez tényleg így működik. És hát nyilván van, aki meg soha büdös életben nem engedne közel magához, azokkal nem erőszakoskodom. Az egyik számomra nagyon, hogy mondjam, ilyen nagyon jó ízűen olvasott történet az volt, ahol ikrekkel játszadoznak. Igen, és hát ott ugye az történt, hogy nagyon hamar megismerkedtek, rémes terhesség volt, majdnem kilökte a gyerekeket magából, és mire ott tartottak, hogy már itt van a két gyerek, most már mindenki egészséges, addigra apuka összeroppant a felelősségtől. És majdnem szétmentek, és nem akarom teljesen, hogy mondják, spoilerezni. Ezt imádom, ezt a szót. Igen. Így, hogy többet ki nem mond. Ez menő, most itt ezt szokták hinni így a netes felületeken. Szóval nem akarom lelőni, az a lényeg, hogy ez is egy tipikus történet, amikor egyszerűen, úristen, de boldogok vagyunk itt a gyerek, most mi lesz? Családdá váltunk, és most én leszek a család fenntartó. És ha én nem keresek pénzt, akkor itt mindenki elhal. És a többi, és a többi, és akkor erre ugye vannak különböző válaszok egy családban. Jó és rossz válaszok, vagy kikilódott válaszok. Figyelj, az mennyire jött le neked, hogy az anyagi körülmények kötik gúzsba a családoknak az életét, vagy inkább a különböző megélt hátterek, vagy a lelki alkalmatlanságok, tehát hogy mi az, amiből... Az, hogy honnan jönnek, tehát hogy otthonról mit kaptak, ez egy elképesztő újabb tapasztalás, tudtam is mindig, meg ugye éreztem a saját bőrömön is, de hogy az, hogy boldog vagy-e, elégedett vagy-e az életeddel, én egyik esetben sem tapasztaltam azt, hogy ez pénzkérdése, az egyik legboldogtalanabb család, az mondjuk az egyik leggazdagabb is, amit ugye őszintén sajnak, tehát nem mondják, hogy ugye a pénz nem boldogít, hát nem. Nyilván a komfortérzésedhez nagyon sokat hozzátesz, tehát hogy nem kell azon aggódni, hogy holnap veszel a pelenkát a gyereknek, mondjuk itt azért egyik sincs ilyen anyagi helyzetben, hanem a családi viszályok, azt, hogy mit hozol otthonról, hogy milyen mintát hozol, hogy az anyát például elhagyott te, vagy szeretette. Tehát van olyan anyukám, aki úgy vált először szeretővé, aztán anyává, hogy az anya konkrétan 15 éves korában így lecserélte az árat, azt nem mehetett többet haza. Na most innen legyél te jó anya. És tehát az, hogy milyen modellt kapunk otthonról, az alapvetően determinálja azt is. És aztán van az ellentéte, aki egy ezüstkanállal a szájában jött a világra, és mégis végigbömböli az egészet, de ott meg idegrendszeri problémák vannak. Tehát a lényeg az, hogy ugye az a közös bennük, hogy mindenki megpróbálja megtalálni az adekvát válaszokat az ő kérdéseire. Tehát ez a gondolkodás, a küzdelem, hogyan lehet ilyen nagy szavakat használni, az, ami őket összeköti, hogy mindegyik azért a legjobbat akarja kihozni magából. Minden szinten, szinte minden. De ezzel így vagyunk mindnyájan, igen, nem? Aztán utólag meg tépkedjük a húsunkat, ha nem sikerült. De azt akartam mondani, hogy vannak itt ilyen lírai részletek, hogy a novemberi hajnal az hogyan köszönt rád egy hasad? Autó. Hasad? Szerintem ilyeneket nem írok. Nem azt mondtam, hogy hasad. A hajnal hogy köszönt rád egy autóban, amikor még mindenki alszik otthon, és azon gondolkozol, hogy elviszik-e a nem tudom én reggelit és a tornazsákot. Ja, a fiúk az én otthon. A te saját életed. Igen. Hogy ez egy csomó ilyen valóságos megpróbáltatás saját számodra, az derült ki a könyvből, amit te nagyon boldogan csináltál, kivéve amikor éppen ütközött a saját gyerekednek a
az iskolai programjával, ahol meg kellett volna jelenned egy ünnepségen, amit aztán kénytelen voltál gyerek apjára tolni. De hát Kati, így élünk, te is így élsz, vagy így éltél, amíg még kisebb volt a gyereked, most meg az unokádat szállítmányozod, de hát hogy ezen nincs mit csodálkozni, ez nem megpróbáltatás, ez a dolgunk, tehát hogy hát van, amikor szívás. De hát téged hányszor ért hajnal a vágószobába, amikor így ültél? Hát ezzel mindjárt, de ezzel a pékek is így vannak, azt gondolom, meg az ügyeletes orvosok is, úgyhogy azért ez még nem egy olyan nagy teljesítmény, hogy az ember képes reggel 5-kor felkelni, ha menni kell. Nem, csak azt gondolom, hogy ezzel átpasszoltam volna rád, hogy időnként, most, hogy a második gyereked, az nagy különbséggel, korkülönbséggel született a első gyerekedhez, a lányodhoz képest, hogy nem jár-e azzal a tanulsággal, hogy az a legfontosabb, hogy a Zsiga című ketteske jól érezze magát, mert hiszen már volt egy olyan gyereked, aki a te munkád miatt, hát hogy úgy mondjam, több hátrányban részesült. És a Zsigánál de nem lett belőle abba a társgyilkos. Ma reggel is beszéltünk már kétszer, elég jól kapcsolatunk. Senki sem mondta, hogy rossz. Figyelj, most ez ugyanaz a kérdés, amit minden nőnek, akinek bármilyen ambíciója van az életben, föl lehetne tenni. Tehát, hogy mi nem vonultam nyugdíjba a második gyerekem születése után? Nem nyugdíj, tudod, a gyes és a nyugdíj az két... Most már de olyan régen, olyan későn szültem a második, az, hogy akár nyugdíj is lehetne. Ugyan már. De nem, hát mondjuk a Zsigával sokkal többet vagyok, mert szabadúszó vagyok. Tehát amikor még a Sárit kellett fölnevelni, akkor én ugye egy munkaidőben dolgozó főszerkesztő, riporter éppen akármi voltam. Most pedig egy szabadúszó vagyok, ami azt jelenti, hogy nincs fizetésem, viszont magam osztom be az időmet. Tehát ha van egy projekt, akkor bizony van az, hogy 3-4 hónapig nincs vacsora, és nem látnak, de utána 3-4 hónapig, amíg kaparok a következő melóért, addig meg minden nap én vagyok, és minden nap kétfogásos kaja van. Ez egy ilyen élet. Ezért én nem fogok szabadkozni. Vagy egyetem. Magyarázatot kell, miért kell kétfogás? Tehát, hogy igen, vannak. Leves is van minden nap. De hát azt gondolom, hogy pont a könyvben is benne van, hogy azért a legtöbb nő ezzel szembesül, hogy vannak helyzetek, amikor nem tudsz úgy dönteni, ahogy szeretnél. Tehát ha az egyik anyukának éppen szülni van kedve, vagy a gyereknek kijönni belőle, akkor hiába van karácsonyi ünnepség otthon, hát, okay, vagy az iskolában. Jó, egyébként azt akartam, most így futólag eszembe jutott, hogy ugyan a könyvnek körülbelül, hát a negyedénél szerintem többet olvastam éjszaka, de értelmiségi, ambiciózus nőt azt abban pont nem esett bele. Van ilyen a könyvben, vagy volt ilyen? Nem, most fogsz, hogy értelmiség és ambiciózus, ez a kettő nem... Tehát lehet valaki csak nem értelmiségi és ambiciózus. Volt-e olyan, aki olyan, mint te? Nő? Van, persze. Igen. Van. De egyébként mindegyik olyan, csak legfeljebb nem volt olyan szerencsés helyzetben, mint én, aki ki is tudott teljesedni. Uh-huh. Vagy a korújárás esélye az nagyobb? Sokkal, igen. Hát én jókor születtem jó helyre. Erre mondom azt, hogy nagyon sokszor determinálja az ember életét az, hogy a szülei hova rúgdossák, hova nevelgetik, hova motiválják. De van köztük ügyvéd, tehát a sorozatban van ügyvédnő is, stb. Ez a könyvben nincs ilyen? Egyetemeket végzett nők, de hogy ne lenne? De jó, van. Mondom, mert ezt a részt nem olvastam. De van. Most pont a második részben ugye az egyik anyuka, aki ugye fiatal csaj, félbehagyta az egyetemet, történt vele ezt most nem mondom el, aztán most már két gyerekes anyaként fejezi be a Corvinust, és rettenetesen sok mindent csinál. És ettől még a gyerekei nem lesznek kulcsos gyerekek, tehát ez is benne van. A könyvben mondom, én azért megpróbáltam letérképezni a magyar valóságot. A magyar, hát, mert igen. De figyelj, azt szeretném tudni, hogy ugye a statisztikákból az derül ki, hogy most már a házasságok fele nem házasság, tehát hogy a családok fele nem köt hivatalosan házasságot. Hogy ez nálad a te személyes méréseid szerint hogy igen, áll, igen. És úgy születnek a gyerekek. Igen, meg hát a... És hogy a kapcsolatok fele tönkre megy, akár igen. Házasság, akár igen. Nem. Hát a nagyon erősen van jelen a másodszor, harmadszor nekifutó nő a könyvben. Tehát akinek már előző házasságából, második házasságából van egy-két gyereke, vagy hozza a másik is a sajátját.
De hát ez csak tehát az újra próbálkozók, igen, nem? Az újra próbálkozók, azok nagyon, tehát szerintem a könyvem szereplői közül a 60% biztos, aki már egyszer elvált, vagy a férj hozza a nagy gyerekeit, vagy az új kapcsolatban lévő szerelembe jönnek a nagy gyerekek, és akkor ugye ez egy külön dolog, ezt valahogy úgy összehozni. Tehát a apuka meghűlt, 50-valahány évesen gyermeket csinál a szeretőjének, úgysem maradnak együtt, de együtt maradnak, és boldogok, stb. Minden van benne. A nők általában jól jönnek ki ezekből, vagy rosszul? Mármint a vállásokból? Hát igen. Nem, tulajdonképpen szerinted nem a vállásokból. Szerinted jó ki lehet jönni egy vállásból? Nekem van benne tapasztalatom, szerintem elég szortulok. A kapcsolatokból. Hogy jól jönnek-e ki a kapcsolatok? Hát, hogy nem. Jól végződnek a kapcsolatok. Ja, a könyvben szereplők? Hát van a legtöbb, igen. Tehát, hogy azért ez a könyv mégiscsak azt próbálja valahol sugallni, hogy pont az utolsó család történetével, akik tényleg 1, 2, 4, 6 élnek egy 52 négyzetméteres angyalföldi újépítésű lakásban, hogy azért minden nap érdemes is lehet találni egy maroknyi boldogságot, vagy elégedett pillanatot. Tehát én is például tök sokat tanultam tőlük. Tényleg? Igen, tehát hogy az az önsajnálat, amiben én is, meg sokan, akiknek jó dolguk van, szeretünk elsüllyedni, és nem böcsülni azt, ami van, és a másik élete az ugye egy kívülről mindig szebbnek látszik, az nem biztos, hogy úgy van. Ők például boldogok, pedig rettenetesen sokat küzdenek. Tehát az, hogy vegyenek egy új kanapét, az évek óta nem sikerült. És 4-en alszanak egy szobába. És adott esetben boldogabbak, mint te vagy én. Mert nem fészkelte be az agyukba magát az örökös elégedetlenség. Ez rendben van, csak amikor majd a gyerekek kérnek mindenféléket, és azt nem de a gyerekek se olyan hülyék, hogy mindenfélét nem kérnek. Aha. Igen. Kívül... És azt azért minden szülő kiizadja. Tehát azt a rohadt tabletet, azt azért kiizadják. Uh-huh. Ha kell, akkor inkább ők... Hát figyelj, Krista, bizonyos körön túl, vagy bizonyos társadalmi helyzeten túl tudják kiizadni a rohadt tabletet, mert azért... Igen, de ezek a gyerekek nem mondják azt, hogy a krapancsákék tavaly az Adriánál voltak, vagy Balin, mi meg mi nem, ti meg milyen lúzerek vagytok. Uh-huh. Tehát, hogy... Én most ez a legegyszerűbb dolog nálunk reggelenként, főleg amikor Sár is otthon lakott, egy ilyen őrjöngés volt minden reggel. Tehát egymás lögdösése és fejvesztve rohangálás és üvöltözés a lakásban, pedig mondjuk 4-szer akkora lakásban lakunk, mint ők, és ők meg szépen beosztották egymást között, hogy kinek mikor van. Tehát, hogy a rend, ez a fajta, meg az egymás tolerálása, meg az egóknak a kicsit visszavétele, ez azért egy harmonikusabb családot tudott létrehozni, mint mi, akik egymás lögdösve, kiabálva logisztikázunk reggel. Igen, csak azt hittem, mert ez is megjelenik a könyvben, egy igen. Ilyen reggel, hogy ábrándozol arra, hogy legyen csönd, és halljad lentről, amint nem tudom, amit a fedelet lecsapják, és elhúznak végre, hogy igazából... Minden családnak egyformán megvannak ezek a reggeli őrületei, amik... Valakinek jobban megy. Tehát azt kérdezted, és onnan jutottunk el ideig, hogy van-e pozitív végkifejlet? Nagyon sok esetben van. Főleg akkor, amikor az ember megtalálja a helyét a saját életében. Vagy elégedett tud lenni azzal, amilyen van. Azzal a férjel, azokkal a gyerekekkel. És ezt segít megtanulni az anyasors című hát, könyv. Ha tanulni nem, jó. Tehát nem vagyok ilyen spirituális megmondó ember, tehát ezt így nem állítanám magamról. És az a cím a könyvnek, hogy anyasors, mielőtt még elbúcsúzva gyorsan elmondom. De én is mondtam az előbb, jó, hogy anyasors, remélem nem valami mást mondtam helyette. Nem, de még van annyi időnk, hogy azt még megbeszéljük, hogy azt vettem le abból, amit olvastam, hogy ezek a nők, akikkel te kapcsolatba kerültél a szülésük folytán, ezek egymással is valahogy kapcsolatba kerültek. Igen. Tehát már egy ilyen anyaklubot szerveződött spontán. A Facebook, mert, hogy ami valaki kap valakitől kinőtt gyerek cuccot, és... Sőt, van olyan anyuka, vagy nő, az anyuka, miért veszem ezt a szót, miért kell kákázni, na mindegy, miért kell őket tegezgetni, vagy becézgetni. Hát tegezted őket, hát igen, olyan jó viszonyban de miért anyuka? Na mindegy, szóval van olyan anya,
aki például pont a sorozat által elképesztő öntudatra ébredt, és most például az ország, illetve két ilyen anyánk is van, az ország két egyik legprosperálóbb alapítványát működtetik. Az egyik a Tündérpak Alapítvány, a másik az Anyák az Anyákért Alapítvány, akik most például a különböző gyerekkórházba vitték az összecsukott lányokat. Az ágyvívők? Igen, ő például az egyik anyukám az Almádi Zsuzsi. Tehát, hogy érdekes, hogy olyan szinten befolyásoltuk egymás életét. Tudom, miért mondjuk, hogy anyukám. Miért? Mert nem mondhatjuk azt, hogy anyám, az egyik anyám az Almádi Zsuzsi. Igen. Tehát, hogy vagy a Szomolányi Timi, hogy olyan szinten befolyásoltuk egymás életét, hogy van, akinek teljesen gellert kapott az élete ettől a sorozattól, és amit tök mást elkezdett csinálni, amiben boldog lett. Hát azért ez elég szép hatás. Ugye? Tehát pont az Anyák az Anyákért viszik, ahova engedik, a kórházakba a gyerekágyakat egy apukával, a másik anya pedig intézetekbe, az egyiket el is kísérem a könyvben, és a többi, és a többi. Elképesztő mennyiségű cuccot szednek össze nőtársaknak. Mert, és tudod miért? Mert életükben először érezték azt, amikor lement ez a sorozat, az egy, első, második, harmadik, akárhány évad, hogy számítanak. Hogy először volt az, hogy kaptak visszajelzéseket, hogy basszus, én is így érzem, meg nem csinálod olyan szarul, meg tök jó, hogy így csinálod. És egyszer csak vannak, akik elkezdtek szárnyalni ettől, tehát hogy nem kapták meg egész rohadt életükben, vagy nem rohadt, egész életükben a visszaigazolást, hogy valamit jól csinálnak, és akkor egyszer csak elkezdtek jönni a nézői kommentek, és rájöttek, hogy tényleg, hát én nem is vagyok lúzes, sőt, mi lenne ezt az energiát így kifele fordítanám, és új szakmát adtam kvázi, vagy szakmát adtunk egymás kezébe attól, hogy ezt ők így elkezdték csinálni. És most már ez az életük. Ez nagyon jó vég. Még annyit szeretnék tudni, hogy te már kaptál elég visszajelzést életedbe a saját munkáddal kapcsolatban. Nem voltál ráutalva, hogy gellert kapjon bármilyen szempontból is az életed. Neked mit adott ez a sorozat és az ebből származó könyvnek a megcsinálása? Tehát, hogy neked lett egy ilyen egy fokkal más milyen az addigiakhoz képest? Abszolút. Mindig ezt szoktam mondani, hogy szerintem ez a legjobb melón. Pedig azért nagyon-nagyon jó munkáim voltak. A Keresem a családomtól kezdve mindegyik. Úgy az elmúlt években, vagy akár most az Emir Kusturicával csináltunk egy dokumentumfilm sorozatot, de mindig azt mondom, hogy azért, mert ebben vagyok leginkább jelen én magam, lelkileg, mindenhogy. Kettő, hogy ennél érzem a leginkább azt, hogy egy közösséget teremtettünk. Lettek társaim, akik most már azért nem fognak elhagyni. Tehát, hogy mi már azért többé-kevésbé elkísérgetjük egymást az életben. Meg ez a saját projektem, úgy érzem. Projekt. Saját ügyem. Ami mások ügyévé is vált. És sokan mondják, hogy ez a hogy miért nem komoly dolgokat csinálsz, tudod, van ez a betegség a mi szakmánkban, hogy csak az komoly újságíró, aki politikusokkal beszélget. Én ezt sokkal nehezebb, és nem osztályozok. Én ezt legalább olyan nehéz dolognak tartom, mert csak lélekből dolgozol. És aztán, amikor pedig leforgatod, akkor meg a lelkedet le kell zárni, és el kell rohadtul keményen kezdeni szkriptelni, meg szöveget írni, meg vágni. És nem futószalagon jönnek minden nap az újabb esetek, hanem mi együtt maradunk többé-kevésbé. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy komolyabb újságíró szeretnék ennél lenni. Én ezt egy nagyon komoly feladatnak tartom, nem csak az anyákkal kapcsolatban, hanem minden más sorssal kapcsolatban. Én ezt élvezem. Nekem ez rohadt nagy boldogság. Én akkor vagyok boldog, ha beülhetek egy stávautóba, és elmehetek az ukrán határhoz. Remélem, akkor is boldog leszel, amikor majd kézbe fogod a könyvet, mert ugye még fizikai valójában még nem jelent meg, de majd mindjárt. Március végén. Mindjárt lesz az anyasors. Önök előbb értesültek róla egy fokkal, mint az átlag, nem újságolvasó, hanem könyvolvasó, úgyhogy keressék majd, és olvassák el, és meglátják, hogy igaza volt. Nem Hadas Krisztának volt igaza, hanem csak annyiban, hogy összevadászta ezeket a szereplőket, hanem nekem volt igazam, és ez egy nagyon jó kis olvasmány. Köszönöm. Én köszönöm. Ez volt a heti jégbüfé, jövő héten is lesz, úgyhogy nézzenek akkor is. Viszontlátásra.